biztos az az? Mert nem az a kólás gumicukor állaga van, hanem ilyen kicsit ilyen krémesebb. Egy újabb vlog veszi kezdetét, elkezdődött az adventi kalendárium bontogatás, és most nekem egy csomagbontogatás. Jött egy csomagom az About You-tól, ami nem szponzorált meg ilyesmi. Cipő problémáim vannak, nem hoztam elég cipőt ide Rómába. Két ilyen sneaker-szerű cipőm van, de már mind a kettő olyan nem friss. Tehát egy... Ne, meg is mutatom. Van egy fekete Converse, amiben most nincs is cipőfűző, mert annyira rosszul nézett ki a cipőfűző, hogy ki kellett vennem belőle, és ennek a cipőnek a cipőfűzőjét szoktam beletenni, de ez a cipő sem egy mai csirke már. És az a lényeg, hogy rendeltem egy cipőt. Unboxing! Na jó, ezt hagyjuk a végére. Rendeltem még egy térdigérő harisnyát, hogy ne fázzon a lábam, és egy Crocs papucsot, mert nincsen itthoni papucsom. Ez a márknak baromira nem tetszett, de szerintem meg olyan aranyos rózsaszín, és rá van írva, hogy Crocs, meg azért bízom a Crocsban, mert nagyon kényelmes. Tehát tudom, hogy a Crocsban bármikor megbízhatok, hogyha kényelmes papucsot szeretnék. Ah, nagyon jó! Nézzük a show sztárját. Mennyire gyönyörű. Oda vagyok teljesen. Jaj, de jó! Jaj, de jó! Indulnom kell Olaszra, és stylingoljuk életemben először az új cipőket. Először is felvettem egy hosszú zoknit, és rávettem egy lábmelegítőt, amit most szereztem be, és szerintem tök cuki. Ehhez vegyük fel a kedvenc maxi szoknyámat. Egy fehér garbóra gondoltam, mert azért hű van. Rika fülbe valók, és szerintem jöhet is a cipő. Szerintem ezt a nagy pulcsit veszem fel, és ezt az oversized barna pörcsikimet. Induljunk és tanuljunk meg olaszul. Spaventado. Spaventi. Ti lascio crescere i baffi. Brava, però. Azóta haza értem, az olasz óra amúgy tök jó volt, hogyha kintről hangokat hallotok, az azért van, mert a Márknak az egyik német haverja most itt van, és közösen nézik a német és valaki VB meccset, egy nagyon fontos meccs, ha veszítenek a németek, akkor kiesnek, mit tudom én. És velük vacsiztam, tök cukik voltak, mert karbonárát főztek, és nekem csináltak brokkolis verziót, tehát brokkolit tettek a hús helyett. És fincsi volt, viszont én most gyorsan készülődöm, mert megyek valamilyen élős, koncertes dologra, ami egy múzeumnak a kávézójában lesz. Amúgy én soha nem használtam alapozót, sőt, mindig is úgy voltam vele, hogy minek, nem tud a bőröd levegőzni, stb. És mostanság néha-néha, hogyha így bulizni megyünk, vagy este elmegyünk valahova, akkor szoktam, mert rájöttem, hogy az az előnye, hogy egyenletessé teszi a bőrös színét. Hiába korrektorozom le az arcom, azért látszik, hogy hol van a korrektor, de ha lefedem alapozóval, akkor az egész sokkal egyenletesebb lesz. Amin egy picit cringe-eltem, az a baj, nekem a cringe-ométerem elég érzékeny, szóval sok mindenen cringe-elek, de le akartam zuhanyozni, és közben a két fiú, ugye az egyik a barátom, de akkor is, ott nézték a meccset, és néztem, hogy nekünk nagyon durván pici a zuhanyzó, tényleg nagyon-nagyon pici, szóval nem az, hogy lezuhanyzom és elviszem a ruhámat, amit fel fogok venni, és ott kényelmesen átöltözöm, hanem így tényleg alig van hely, hogy egy helyben meg tudj állni. És azt mondom, hogy mit csináljak, mert egy törölközőben meg nem sétálhatok ott el, mert az így it gives me the ick, hogy így csak így rágondolok, és így beleborzongok. Szóval, ha valakit érdekel, hogy mit csináltam, egy-egy szoknyában meg egy garbóban voltam, és lezuhanyoztam, és visszavettem azt a szoknyát és egy garbót, úgy bejöttem a szobába, és átöltöztem. Most csinálom, mint hogyha megváltottam volna a világot ezzel a trükkel. Idefele sétálás közben ezen gondolkoztam, hogy ezt hogy oldjam meg, hogy ne legyen cringe egyáltalán. Nem tudom, ezek behaladszódnak el. Ez azért nagyon vicces számomra, mert ez a srác az ilyen kis legaranyosabb, normálisabb srác, de hogyha a meccset néz, akkor így ki kell magámon. Ez vagyok! Na, induljunk! Én
Én értem ide először, ami konkrétan nullaszor szokott megtörténni, és eléggé szorongást is okoz nekem. Nagyon várom, hogy valaki jöjjön, mert nagyon bénán nézek ki egyedül a proszekóból. Oh my god, my case matches your face. De most online prezentálnunk kell az egyik órán, ami hála a jó égnek most online lesz, mert ma egész nap tömegközlekedési sztrájk van Rómában. Viszont nem tudok kivenni a másik szobába, mert most egy barátunk itt lakik nálunk egy éjszakára, és ő kint alszik, itt pedig egy Márk alszik. We confirm that. But if you focus... 11:37 van, 9 óta itt ülök a gépölt, és még mindig nem jöttünk mi, mert most prezentálunk, ugye ezt szerintem mondtam. És mivel a file név alapján megyünk sorban, ezért mi azt a zseniális ötletet találtuk ki, hogy egy alsó csíkkal kezdjük, ami ugye automatikusan előre kerül, és a barátnőmmel ketten vagyunk, az ő vezetéknevét használjuk, ami egy C betű, utána egy A betű. Szóval konkrétan legelől kéne lennünk, viszont mivel én töltöttem fel a fájlt a rendszerbe, és nekem vég a vezetéknevem, hála a jó égnek, ezért azt nézték, az annak a vezetéknevét, aki feltöltötte a fájlt, szóval valószínű kb. Utolsók vagyunk, és ez rohadt idegesítő, mert 4 órán keresztül nem tudok semmit csinálni, nem tudok sohasem elmenni, nem tudok elmenni a laptopom mellől, és mindig nem jövünk, és így csak túl akarok esni ezen. Ezt az órát utálom a legjobban. Annyira utálom ezt az órát, mert a tanár annyira undok és agresszív tud lenni, amikor így lecsesz, hogy rosszul csináltál valamit, és így nincs kedvem ehhez a lecseszéshez. Én túlestem volna 9-kor a lecseszésen, és aztán éltem volna az életem. Az első ilyen prezentáció előadásnál egy lány sírva ment ki a teremből. Szegény. Sikerült, előadtuk. Volt pár kritikájuk, de amúgy tök okés volt. Majdnem 4 órába tellett a 4 órás órából. Meg vagyok áldva ezzel a végvezeték névvel, de mindegy. Most pihenek egy kicsit, és aztán meg mennem is kell a suliba majd. Megtanulnom is kéne. Ez majd jön nagyon suli központon, csak ne ittam volna, tegnap annyi volt. 6 éves YouTube pályafutásom óta először van ringlightom. Félre ne értsetek, voltak lámpáim, különböző ilyen softboxok, meg ilyenek, de ringlightom még soha. Ezt valakitől kaptam még utószüli napi ajándéknak. Shut the front door! Ez nagyon jól néz ki. Wow! Shut the front door! Várjál. Shut the front door! Nagyon ideges, kibaszol ezt az ablakon. Na, ez toxic. Na, ez toxic. Na, shut the front door! Shut the front door! Az nem toxic, az max idegesítő. Van egy menzás étel, amit soha nem szerettem kifejezetten, szerintem így megettem, de valamiért az utóbbi napokban, hetekben eszméletlenül megkívántam. Úgyhogy nem ettem komolyan, szerintem általános iskola óta nem ettem ezt az ételt, de valamiért így a semmiből rám tört, hogy én ezt enni szeretném. Szóval frankfurti levest fogunk csinálni, méghozzá vegetáriánus változatban. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, mert én lehet, hogy csak a frankfurti levesnek az emlékét romantizálom, de egyébként ízre nem fog bejönni, de aztán lehet, hogy ez lesz az új kedvenc kajám. Már felvágtam krumplit, hagymát, és most a káposzta leveleket vágunk fel. Sertészsír kéne, de nekünk marad a jó öreg olívaolaj. És jön bele a hagyma. Az a helyzet, hogy fűszerpaprikám sincs. Ez valamilyen paprikás fokhagymapor. Teszek bele bazsalikumot, mert miért ne? Beleteszek egy csípős paprikát. Ezután jön bele a krumpli. 2 liter vízzel felhúzunk. Most beledeszelünk 2 gereszt fokhagymát. 5 percig hagyjuk főni. Jön bele a káposzta. Borsozzuk és sózzuk. 30 perc múlva tali. Virsli. Készítsünk egy habarást. Egy nagy evőkanál
liszttel, és tejföllel, ami helyett nekem görög joghurton van, mert tejfölt itt sokkal nehezebb szerezni. És ehhez adjunk borsot, sót, fokhagymaport, és egy nagy kanalat a zöldséglevéből. Az igazság pillanata. Nem eddig töltöttem fel, csak sokkal jobban szeretek inkább ilyen gigantikus tálban enni, amit kb. Saláta tárolásra használnak, mint azokban a vékony mély tányérokban, nem tudom, azokat így nagyon nem szeretem. Teszek hozzá még egy kis görög joghurtot, és mindjárt kiderül, hogy ez lesz az új hiperfixációm, vagy ez egy ilyen egyszeri alkalomból. Ez most nyilván egy frissen főtt adag, és így össze fognak érni az ízek, de marék számra raktam bele a sót, és úgy érzem, hogy még mindig ízetlen. De hogy attól függetlenül, hogy vega virsli van benne, görög joghurt a tejföl helyett, fűszer, paprika és kömény helyett random másmilyen fűszerek, viszonylag visszaadja a frankfurti levesnek a feelingjét. Úgy érzem, hogy ez a nap már 80 órája tart. De el kell mennem suliba úgy, hogy egész nap tömegközlekedési sztrájk van Rómában. Az emberek írtak a tanárnak, hogy nem nagyon tudunk bevenni suliba. Két barátnőmmel járok erre a kurzusra, az egyiknek másfél óra lenne gyalog a suli, a másiknak meg több mint két óra. És akkor most nem fognak, ja? És esik az eső. Tehát nem fognak esőben két órát sétálni oda, és két órát vissza egy két órás óráért. Én nekem nincs ez a kifogásom, mert én egy 25 perc sétára vagyok a sulitól. Az adventi kalendárium második napján egy fénysor volt, mert van kint a nappaliban egy fénysorunk, de szerettem volna egyet itt a szobában is. És most a Márk kirakta és felavatjuk. Azok a dobozok egyébként nem lesznek ott, csak most lesz egy About You-s együttműködésem, és utána kikerülnek azok a dobozok. De cuki! Ágyban vagyok, csak 11 van, és már pizsamában az ágyban vagyok, ami egy nagyon ritka dolog nálam, de fú, baromi álmos vagyok. Szóval még átnézegettem a holnapi vizsgára a dolgokat, ami szombat reggel 8:15-kor lesz. És hát reméljük a legjobbokat. Jó éjszakát! Most úgy érzem, hogy így konkrétan bármit szívesebben csinálnék az életemben, mint megírni ezt a vizsgát esőben, egy szombat hajnal. Megpróbáltam megúszni, egyébként írtam a lányos csoportunkba, hogy amúgy mi történik akkor, hogyha nem megyünk el. És mondták, hogy akkor nem leszünk ilyen résztvevő diákok, attending studentek. Szóval bele lettem hajszolva, hogy menjek. Bye. Wow. Ez a legabszurdabb dolgaírásom volt a világon, tehát egy szombati napon 6:45-kor keltem azért, hogy konkrétan nem is csak hogy szakadó esőben, de viharban bemásszak a suliba, hogy ezt megírjam. Fognak fröcskölni, olyan szinteken villámlik és dörög az ég. Remélem hazajutok. Nice. Hogy hussak fel a járdára. Mivel természetesen kicsit késve indultam, ezért közösségi rollerrel kellett jönnöm. Az esernyővel. Ami szintén megért egy misét, hogy én így a vállammal szorítottam be az esernyőt, miközben alig láttam ki alóla, tehát így, ezt ne utánozzátok, amit most csináltam. Ki kellett folyton kukucskálnom alóla, és aztán amikor végre megtaláltam egy pozíciót, ahol jól meg tudtam fogni, a brutális szél miatt kifordult az esernyőm. Maga a dolgozat szerintem egészen jól sikerült. Már látod? Nice. Nem erre számítottál? Nem. Nos, aludtam egy gigantikusat. 10:30 körül feküdtem le, és... Ugyebb a 2:30-ig aludtam. De nagyon jól esett, és nagyon kellett. És most elmegyünk találkozni egy kutyással. Csak kutyas sétáltatást kér, nem is kutyaszittelést. Izgatott vagyok, hogy szétsimogassam a kutyát.
Laza találkozóhely. Egy ilyen közeli helyet kijelöltünk, ahol egy kutyával tudunk találkozni. Semmi oka nincs, hogy ennek ennyire jól kéne kinéznie, de itt Rómában. Végeztünk a Talival, a kutyát megeszem. Az az igazság, hogy a kedvenc kutyafajtámmal találkoztunk, egy tojpudlival, és úgy nézett ki, nem mertem felvételt készíteni nyilván. Úgy néz ki a kutyus, hogy fehér, egyetlen egy fekete folt van a farkánál, és az egész feje viszont fekete. Tehát annyira cuki és annyira különlegesen néz ki, egy éves még, csak én meghalok, olyan édes. Mai nap lezárásaként a lányokkal el fogunk menni vacsizni, amihez nekem szükségem van egy glow up-ra. Smink pipa, felöltöztem. Ezt az egyszerű, de nagyszerű CCC-s ruhám nem gondoltam. Ez egy loafer kinda night, kis aranyfülbealókkal. Többi kiegészítő az nagyon izgi, mert nem rég, tehát mert most fogom ezeket a dolgokat először felvenni, nem rég érkeztek YouTube-ról. YouTube-ról, about you-ról. Jó, az agyam az teljesen káosz. Ez egy pink kis táska, ami szerintem annyira cuki, és nagyon jól fel tudja dobni ezt. És ehhez egyébként van egy pink sálam is, amit szintén felveszek. Na és ami miatt viszont kicsit izgulok, rendeltem egy elég merész kabátot, ami nekem tetszik, de egy kicsit félek, hogy így mások mit fognak gondolni. Ez egyébként a Bella Hadid About You kollaboráció, és szőrös az ujja, és itt a teteje. Tudom, hogy nagyon extrás. A Mark azt mondta, hogy úgy nézek ki, mint Beatrice Della Strange, így mondják a nevét. Haza is értem, nagyon jó volt a lányokkal. Találtam teljes kiérlésű liszttel készült pizzát ennek az étteremnek az étlapján, amit még soha nem láttam így Rómában. És buráta sajtos paradicsom szószos bazsalikumos pizzát ettem. Isteni volt. Meg proszekkoztunk, beszélgettünk. Ellopták az esernyőmet, tehát én betettem, ugye az étterem bejáratánál van egy ilyen esernyőtároló, betettem az esernyőmet, ellopták és szakadt az eső, de szerencsére a barátnőm elkísért a buszmegállóba, és itt meg nagyon közel lakunk az itteni buszmegállóhoz. Csak idegesítő, kilopál egy étteremből másik embernek az esernyőjét. Leszeretném zárni ezt a vlogot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk holnap után. Kövessetek be TikTokon, meg Instán, léci, és...